Hosszú indítás, Balajca visszatáncol, Balajca, öj, de szépen húzta le, minden esetre Halmosi 48 másodperc után beívelhette volna a kapus fölött a labdát. Rendezte a sorokat az Újpest, és most helyzetbe is kerülhet, de Lázár rosszul indít. Hoppá, hát Rózsa kívül fogta meg, bizony, nem ment még be a labda 16-oson belőre. Takács fut neki. Takács, Rózsa! Nagy bravúrt mutatott be. Jó lövést láthattunk Takács Zoltántól. Megy a léc alá, de kiüti a kapus. Kenesei. Jól lőtte be. Hoppá! Hát... Nem is nézte az újpesti játékos a labdát. Egerszegét láthatjuk a képen. Nézzük majd meg, mind a ketten futnak kifelé. És azt sem tudja, hogy hol a labda. Kenesei, keményen, Balajca! Ő de megszenvedett ezzel a labdával, az újpestiek csapatkapitánya. Kenesei erőből lőtte középre, hogyha nem ér hozzá senki, akkor is veszélyes legyen. Az lett. Szluka beadása, Takács. És gondolkozott egy picit, Fábián majd ment tovább. Nézzük meg innen. Hát, lehet, hogy tényleg a válláról pattant ki. Szluka indul, Balajca is jön, és a labdát szedi el. Hát, ezen most nincs mit reklamálni, Balajca egyszerűen elkapta a labdát, mint a legyet. Szluka megtolja, és arra játszik, hogy 11-est kapjon. Nem akarta tovább inni a labdát egész egyszerűen. Balog. Ágyuperá, szép lekészítés, ott a helyzet. Lázár, Lázár helyzetben gól! Vezet az Újpest a 44. perc elején. 9. bajnoki meccsén 5. találata a 20 esztendős támadónak. Ezt nagyon szépen csinálták. Ágyuperá lepasszolja. Korolovszki mellett elviszi, Guzmit sem tudja szerelni, és vezet az Újpest. Kiharcolta magának Lázár. Acél Zoltán pedig a jelek szerint fölküldi a lelátóra. Fábián játékvezető, miközben önök az utolsó lassítást látják. Mutatja Fábián, hogy tessék föl fáradni, igen. Acél a helyére akart visszaülni, ez nem fog most már menni. Úgyhogy Székely Tibor és Jagodit Zoltán pályaedzőre vár, hogy a második félidőben majd irányítsa a haladást. Kenesei. Megint kezezést reklamálnak a szombathelyiek. Talán hozzáért bőrkézzel. Tajti beadása. Ágyuperá. Balog. Balog! Ez nagy helyzet volt. Most meg azt látjuk, hogy les. És megint szöveg. Halmosinak már volt egy sárgája. Halmosit kiállítja a játékvezető. Ezt a fegyelmezetlenséget. Egészen hihetetlen. Válogatott futballista, amikor tudja, hogy van egy sárgalapja a 63. percben 0-1-nél. Nem lehet megmagyarázni. Kenesei. Nagyon jó, Balajca védi. Fú, ott minden volt. Ágyuperá. Balajti indulhat. Balajti gólhelyzetben. Balajti gól. 2-0-ra vezet az Újpest. Itt egy óriási harc, Korolovszki nem tudja elrúgni a labdát, létszámfölényes helyzet alakul ki, és szó sem lehet lesről. Teljesen egyértelmű, hogy Balajti nem volt lesen. Tehát lehet vitatkozni, lehet folyamatosan a játékvezetőt szidalmazni, de nem ezen múlik, futballozni kellene a haladásnak. Balajti nagyon higgadt, 0-2. Tóth. Ott viszont helyzet van! Balajca!
ez sem les egyébként teljesen jól látható. Szenzációsan vetődik ki a kapus. Kenesei, kapufa! Úgy de remek szabadrugás volt az utolsó percben. Sipos, az is kemény lövés Balajca. Egy nagyon-nagyon kemény és éles mérkőzés. Nagyszerű szabadrugás Keneseitől, lett pedig Sipos bombája. Nagyon-nagyon egységes volt ma a csapatunk, nagyon-nagyon stabil, és nagyon-nagyon döntő volt, hogy olyan helyzetekben tudtak menteni játékosaink, gondolok éppen Balajca Szabira, aki hihetetlen nagy formát mutatott, és hát a támadóinak pedig helyén volt a szíve és a lába, akár éppen Lázár Bencének, vagy Balajti Ádámnak, nagyon fontos találatok voltak ezek, de örülök, hogy higgadt tudott maradni a csapat, csak a játékra koncentrált, ami nagyon fontos volt a mai nap. Szóval mi a közvetítésben azt mondtuk, hogy ez nem kezezés, sőt Púl Sándor is azt mondta a fél időben, hogy egyértelmű, hogy ez nem volt kezezés. Hát ha ti ezt mondtátok, akkor az legyen így. De hogy vélekedsz erről? Nem vélekedem, de nem tudok erre mit minősíteni, tehát akkor legyen úgy, ahogy a Púl Sándor mondta, világ legjobb játékvezető volt hosszú éveken keresztül, úgyhogy nem szeretnénk mi több tüzet csinálni. Elképzelhető, hogy egy kicsit el kell kezdenünk foglalkozni azzal, hogy bekerülni a helyzeteket, hiszen 35 percig a fél pályán nem jött át az Újpest. Első kapu lévőső gólt szerzett, tehát nem ebbe kell keresni a hibát, így már kicsit lehiggadva. Ettől függetlenül van a szituációról véleményem, de azt én most nem mondanám el.